Az önkormányzatban tett látogatása után a miniszter a Zentai Vakuk és Gyengénlátok szervezetébe látogatott el arról van szó, hogy az épületet magát az institúció alapján visszaszármazották a tulajdonásnak, ahol ebbe pillanatban 8 vagy 9 civil szervezet van, és mind nagy civil szervezetek, erős civil szervezetek, és most ez a probléma, hogy nem tudjuk, hogy tovább, vagy mi lesz tovább. Maguk a rokannyugdíjasok körülbelül 25 ezer dollárt beruháztak ebbe az épületbe, mi építettük ki, mi rendeztük az irodákat, tehát mi, a mi pénzünkön Megcsinálva. Zorán Györgyi Vigy elmondta, a látogatásának célja megismerni a szervezettel kapcsolatos problémákat, valamint megoldást találni azokra. A restitúciót ugyan nem fordíthatjuk vissza, de mindenképp segíthetünk ezeknek az embereknek. Elsősorban a minisztérium magára vállalja a helyiségek bérbevételét, és, mint már mondtam, próbálunk tárgyalni a tulajdonosokkal, és megoldást találni ezek megvásárlására reális áron, mert gondolom, hogy a szervezet is itt szeretne maradni. Amennyiben ez nem lehetséges, bízom benne, hogy a községgel és a várossal együtt sikerül találnunk egy másik objektumot, Szintén a minisztérium fedezni a felújítását. Mindent megteszünk azért, hogy a fogyatékkal élőknek Zentán is könnyebbé tegyük az életüket, és úgy hiszem, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetünk és adhatunk nekik, emelte ki végezetül a miniszter.